Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Sopronban. Megköszönöm házigazdáinknak, Andrásnak és a Buddhista missziónak, hogy itt lehetünk. És azt szeretném, hogyha szokásos módon kezdenénk a ma esti dharma beszédet, vegyünk fel egy habcsang tartást, és mondjuk el az Om Nam mantrát 7-szer, amely az univerzum a maga tisztaságában. Köszönöm szépen. Mikor kezdődött a zen? A zen eredetileg nem kezdődik és nem múlik el. Mégis történelmi korunkban Sákyamuni Buddha indította útjára azzal, amit manapság virágprédikációnak nevezünk. Egyszer, amikor a Buddha tanított, sok ember várta, hogy megkezdje a dharma beszédet. Jó idő telt el, és egyszer Buddha felemelt egy szálvirágot. Senki sem értette, hogy ez mit jelent. De volt egy ember, Mahakásyapa, aki elmosolyodott. És ekkora Buddha megszólalt, és azt mondta, rendelkezem az igaz tanítás szemével, a forma nélküli igaz formával, a megváltó nirvána kapujával, melyet most átadok Mahakásyapának. Ez az a tanítás, amely független a szavaktól, ahogy a későbbi kommentátorok mondták. Ez az, ami a tapasztalat, sokkal inkább, mint a tudás, a lényeg, sem mint a 10 000 jelenség. A Buddha idejében még számos ilyen alkalom volt, például, amikor Mahakásyapa a gyülekezetet megközelítette, és mint fiatal szerzetes a háttérben kellett volna, hogy helyet foglaljon, mert akkor a szanga úgy működött, hogy az idősebb tanítványok ültek elől, és a fiatalabbak hátul. De a Buddha megmozdult ültő helyében, és Mahakásyapának üres helye támadt a Buddha mellett, és jött előrébb, és már mindenki várta, hogy ebből mi lesz, míg nem helyet foglalt ő a Buddha mellett. Ez egy másik tanítás volt, ez a Buddha természet egyenlőségét és univerzalitását tanította. Ahogy Sákyamuni, azaz Gautama Siddhartha képes volt a megvilágosodás elérésére, ugyanúgy képesek vagyunk mi is. Ugyanaz a Buddha természet működik bennünk, ugyanazok a lehetőségeink, bár a korlátaink mások. A virágprédikációnak különleges jelentősége van. Nem pusztán egy virág felmutatásáról van szó, hanem a jelenségek ilyenség természetének a bemutatásáról. Ez már abban az időszakban született, amikor a Buddha lerakta a strukturális tanulmányok alapjait, már rég beszélt a 4 nemes igazságról, a létezés 12 rétű láncolatáról, a nemes 8 rétű ösvényről, és eltelik 10-15 év, és akkor azokat a tanításokat adja, amelyek most a Prajnaparamita, azaz meghaladó bölcsesség irataiban
mint Gyémánt szútra, meghaladó bölcsesség szíve szútra, Mahaparinirvána szútra, ezekben maradtak fönt. És a virágprédikáció, amelynek gyakorlatilag egyetlen szava sincs, ebből az időszakból származik. Ez az, amikor a Buddha a nem kettősséget tanította a lehető legvilágosabban, legegyszerűbben és legmélyebben. Hogy a világ eredetileg nem jó és rossz. Ezt mi hozzuk létre. A világban eredetileg nincs szenvedés vagy megvilágosodás. Ezt mi hozzuk létre. A világban nem probléma a jelenségek megjelenése és eltűnése. Az élet és halál nekünk probléma. És amikor ezt az egyéválást, kiegyenlítettséget, tiszta, tükörszerű bölcsességet tanította, tényleg nagyon kevesen értették. Mahakásyapától elindult egy patriarkális vonal, amelynek a következő nagyon jelentős tagja Nagarjuna volt, a 14. pátriárka. Ő van félúton Bodhidharma és Buddha között. Nagarjuna nélkül nem lenne Mahayana a filozófia, ő nélküle nem lenne középút, és az indiai bölcsességnek nem lennének olyan buddhista alapjai, amelyek később Tibetben, Nepálban, Bhutánban és Mongóliában az északi átadás vonalán megmutatkozhattak volna. Tehát a nágák királyának, a bölcsesség kígyóinak, a fejedelmének nagyon sokat köszönhetünk. Ha valaki beleolvas a nágárdzsunai filozófiába, nagyon-nagyon kösse fel az intellektuális alsóneműt. Tehát olyan komplexitást és ilyen finom érvelést még sehol nem láttál. Hogyha a filozófia érdekel, akkor Nagarjuna a magas iskola. Ugye a százféle érv és a négy tagadás végül is hová visz. És ugrunk még 14 generációt, és elérkezünk Bodhidharmához. Bodhidharma azért érdekes, mert ővele válik a paradox bevett tanítássá. És a paradoxot értsd úgy, mint a konceptuális gondolkodásból való felébredés egyik fő eszközét. Hát építhetette a hidat a szenvedés és a megvilágosodás között okossággal, bölcsességgel. De hogyha a fogalmi gondolkodás kötelékeit nem veted le, akkor olyan vagy, mint a halász, aki azt hiszi, hogy ki tudja fogni a tengert. Csak halat és egyéb tengeriséget tudsz fogni a tengerben. És hogyha a tenger kell, nem pedig az sok okos, halszerű konklúzió, akkor le kell tenni a hálót, és be kell ugrani a vízbe. Ez az egyévválás és a gondolkodó praxis közötti különbség. De ahhoz nagyon jó meg kell ismerni a tengert és lakóit, hogy te biztonsággal be tudjál ugrani a tengerbe. És tapasztalni, nem pedig kívülről nézni, vagy konklúziókat meríteni. A paradox tehát az az út, ahol a tiszta, tükörszerű, igazi önvaló megmutatkozik, és annak a működése az intuíció beindul. Bodhidharma három nagyon érdekes párbeszédet folytatott Wu uralkodóval, sűrű egymás utánban. Addigra a Tang dinasztia, illetve a Tang dinasztiát közvetlen megelőző Kína, pár száz éven át annyi buddhista tudást, szútrát, templomot, szerzetesnőt alkotott, hozott létre és avatott föl, hogy Bodhidharma már csak az íre tette föl a pontot, de az a pont nagyon fontos volt és nagyon magas szintű volt. Az első kérdése Wu uralkodónak így szólt. Számtalan templomot építettem, számtalan szerzetest avattam, mennyi erényt nyertem ezáltal? Bodhidharma így szólt, semennyit. Az uralkodó visszakérdezett. De hát akkor mi a jelentése a szentiratoknak? Végtelen tér, semmi szent, mondta Bodhidharma. De hát akkor ki áll előttem? Kérdezte az uralkodó. Fogalmam sincs, mondta Bodhidharma. Ezzel távozott, átkelt a Yangtzén, leült a Shaolin kolostor, hoz közeli barlangban, és 9 éven át ott gyakorolt, és a 10. évben elkezdett tanítani. Bodhidharmával vált a Zen Koan alapesetté a tanításban. Azzal kezdtek, és a szútrákat később olvasták hozzá. Volt tradicionális műveltség is, ahol a szútrákkal kezdtek, és a koanokkal folytatták.
Egy igazi zenkolostorban nagyon hamar a novícius megkapta azt a kérdést, amelyre konceptuális gondolkodással, puszta fogalmisággal, intellektuális szokásokkal, érzelmi habitusokkal már nem lehetett helyes választ adni. Miért? A legnagyobb nyugati bódhiszatvánk mondta, hogy akkor ti majd színről színre láttok. Előtte csak tükör állt a homályosan. Tehát az intellektus tükrében, a fogalmak tükrében homályosan látunk, mert nem tiszta a tudatunk, a saját fogalmaink ködösítik el. És a jelenségeket színről színre látni, az azt jelenti, hogy a maguk olyanságában vagy ilyenségében látjuk őket, tiszta mi voltukban és teljességükben. És ez a virágprédikáció értelme és eredete. Hogy ez a bot ez nem rövid vagy hosszú, jó vagy rossz, vastag vagy vékony, hanem ilyen. És ezt a fajta ilyenséget, hogyha tapasztaljuk, hogyha magunkévá tesszük, annak több jótékony következménye is van. Az egyik, hogy megszűnünk abszolút értékű fogalmakban gondolkodni. Minden kimondott szó relatív. Minden gondolat valami mástól függ. Abszolút értékű jó és rossz nincs, de helyi értékű az van. Minden, amit kigondolsz, érzel, mondasz és teszel, a tudat által teremtett. De az nem jelenti azt, hogy nincs következménye. Tehát megérteni a dharmát és megtapasztalni a karmát, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Üdvözöllek, nemrég kezdtem el foglalkozni a zennel, és hát otthon meditáltam egyedül elég sokat. És mióta eljöttem ide a szangába, Sopronba, itt velük is meditáltam, és folytattam otthon is ezt a gyakorlatot, amit itt megbeszéltünk, amit tanultam tőlük. Hallgattam a te videóidat, és hát rosszabbul érzem, mint előtte. Előtte sem voltam valami jól, egy folyamatos feszültség van bennem évek óta, és hát mindig kerestem valamit, amivel ezt csökkenthetem, vagy megszüntethetem, sport, akármi. És hát már az sem segített, tehát a sport sem, és talán így jutottam el idáig, hogy most itt vagyok. És a kérdésem az lenne, hogy egy az, hogy ez normális-e, hogy ha az ember befelé fordul, akkor inkább rosszabbul, most ez egy jelző, tudom, de rosszabbul érzem magam, mint előtte, és hogy hova tovább innen, hogy folytassam, vagy mi az, ami fontos. Jó hírem van, helyesen gyakorolsz. Rálátsz azokra a problémákra, amelyek a feszültséget, szenvedést okozzák, de még nem tartasz ott, hogy gyökerestől kihúzd őket a tudat talajából. A zen meditáció nem közérzetjavító. Nem pótszer, és még az elején nem is nyugtató. De hogyha kitartóan végzed a leborulás, mantra, ülés, koan interjú gyakorlatait, akkor a tudat elindul egy olyan irányban, ahol mélységében, valójában kihúzza azokat a karmikus gyökereket, szanszkritul klésákat, amely szennyeződések miatt szenvedünk és szenvedtetünk. És a gyakorlat intenzitásától függ, hogy ez milyen gyorsan következik be. Ha túl intenzív a gyakorlat, akkor nagyon-nagyon nehéz idők jönnek, és nem biztos, hogy eredményt érsz el. Ha túl gyenge a gyakorlat, akkor is nagyon nehéz idők jönnek, és nem biztos, hogy jó eredményt érsz el. Ha megnézed, hogy a repülő hogy száll föl, megvan egy nagyon világos elszakadási sebessége. Ha túl lassan megy, akkor vagy nem száll föl, vagy pedig visszazuhan. Ha pedig túl gyorsan száll föl, akkor olyan lesz, mint a rakéta, és az utasok teljesen pépé zúzódnak. A túl intenzív gyakorlás olyan, ahogy a Buddha mondta, mint hogyha túl feszítesz egy húrt egy hangszeren, és elpattan. Hát ez a veszély így nem áll fönt, mert hogyha világi életet élsz, és van családod, munkád, és a többi, ezek nagyon-nagyon világos pszichológiai támogatók, egyfajta ütemet, életrendet adó elemek, és akkor ettől nem tudsz olyan keményen gyakorolni, hogy napi 10 óra meditáció, napi 1000 leborulás, napi 108 nagydárani.
És éppen ezért ez a tudatosodás, vagy a karmának a meglátása nem lehet olyan intenzív és nagyon-nagyon gyors, hogy túl meredeken szakadj el a kifutó pályától. Viszont a túl gyenge gyakorlatnak a veszélye megvan. Ez azzal jár, hogy ráláttál bizonyos dolgokra belül, de még mindig hiszel bennük. Megvan, hogy milyen irányt szeretnél követni, de még nem vetted föl, és a régi habitusokat követed. És ekkor az ember így kétségbe esik, hogy már tudom, mit kell tennem, de még nincs meg az erőm hozzá. Már látom, hogy mitől szeretnék megszabadulni, de még mindig itt van velem. Még mindig itt van bennem. Még mindig az az ember vagyok, aki nem szeretnék lenni. Még mindig nem vagyok az az ember, akinek szeretnék lenni mások felé. És akkor az ember úgy megrőkönyödik és megdöbben. Pedig semmi más nem kéne tenni, mint eljönni mondjuk egy intenzív elvonulásra, és ezzel a repülőgépnél a gázkart a kifutópálya elején tövig, és akkor egyszer csak fut, és felszáll. Nagyon jól tetted fel a kérdést, ezért folytasd jól az Zen gyakorlatot. És ehhez már csak tapasztalás kell. Tehát a Zen az eredetileg a meditáció szava. Gyána, csanna, csan, szon, zen. Innentől kezdve tudod, hogy mit kell tenni. Tapasztalni kell. A tapasztalás az a 95%, a tudás az 5% körülbelül. Tehát, hogyha állandóan csak olvasunk, tudunk, gondolkodunk, és a többi, akkor ezt az 5%-ot finomítjuk, még jobban megértjük, még inkább porrázúzzuk. De a 95%, ami a karma, és ami a tapasztalás, és a megszabadulás ösvénye, az még nem következett be, mert nem haladtuk meg a gondolkodásunkat. Nem láttunk rá a karmára úgy, hogy azt meg is szüntessük. Tehát a karma információ és energia kombinációja, összessége. Hogyha az energiát kivonod belőle, megszűnik. Hogyha az információt kivonod belőle, ami az azonosulás, akkor is megszűnik. Ezt kell csak tenni. Minden nap. Otthon is, a közösségben is, és a templomban is. És akkor menni fog. Azt szeretném kérdezni, hogy a léleknek van-e a test halála után további fejlődése? Emlékszel-e, hogy születés előtt volt-e fejlődése? Én nem emlékszem rá. Maradjunk ennyiben. Azzal foglalkozz, ami most van. Tehát én beszélhetek neked gyönyörűségeket a születés előtt és a halál utáni állapotról, nem segít rajtad. Olvassál nyugodtan ilyen irányú könyveket, nézzél ilyen irányú videókat, hallgass tanításokat. Mindegyik korrekt tanításban benne lesz, hogy amit most csinálsz, az a múltad eredője és végpontja, és a jövődnek a kezdőpontja. Tehát ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Mindenki szeretné tudni, hogy mi történik a halál után. Nem tudjuk. Amilyen tudatállapotban leszel, az fog történni. Amilyen lélektartalmad van, azt fogod továbbvinni. Amihez ragaszkodsz, amivel azonosulsz, az leszel te. De ezzel nem segítettem lényegesen, pedig úgy mindenki vár, hogy most akkor mond valami mélyebbet. Nem mondok, mert nem segít. Azt mondom, hogy ebben a pillanatban lásd tisztán, hajd tisztán, érezd, gondolkodj, cselekedj és beszélj tisztán. Mert ha ez a tiszta tudat megvan, akkor az élet és a halál nem probléma. Tehát Sung San Zen mester mondta, ha megvan ez a pillanat, minden megvan, ha elveszíted ezt a pillanatot, mindent elveszítesz. Úgyhogy ezt tartsd meg, és akkor testben, testen kívül, élet, halál, ez így másodlagos lesz. Jó? Én azt szeretném kérdezni, hogyha valaki, tehát én konkrétan felismerem egy-egy szituációban azokat a régi sémákat, amiket próbálok ugye levetkőzni a gyakorlattal, akkor abban a pillanatban, ha már felismertem, hogy elkövettem, mégis mit tudok tenni, hogy kicsit tompítsam az elkövetett hibát? Két dolgot tehetsz. Megnézed, hogy javítani kell-e. Van olyan hiba, ami a természetes mulandósággal eltűnik. Ha ilyen, akkor ugyanolyan hiba visszanyúlni érte, és megpróbálni megoldani, mint hogyha újra teremtenéd. Ha viszont az ellenkezője van, és nem múlik el
belátható időn belül, és ott van a másik ember lelkében, vagy az anyagi világban, akkor azt meg kell oldani, akkor vissza kell oda menni, akkor megbánást kell tanúsítani, fel kell takarítani, stb. Stb. Tehát ez a két eset lehetséges. És tudnunk kell, hogy minden karma mulandó, függő, tehát önálló lét nélküli, és elégtelen vagy tökéletlen. Na most érd el azt, hogy ez a három törvény, ez neked dolgozzon. És akkor a hibák is ennek alá lesznek vetve. És ha ez így van, akkor előbb-utóbb nem követsz el hibát, mert nem pusztán magadnak dolgozol, hanem például észreveszel egy kiegyenlített, egymásra utalt középutas helyzetet. Az önképünkben való hit a legnagyobb hiba. Az önvalónk tapasztalatának a hiánya a legnagyobb hiba. Mert ebből következik az összes többi. Tehát ha gyakorolsz és helyes életvitelt folytatsz, akkor a törekvés eredménnyel jár. Légy szíves, adj útmutatást a helyes mantra gyakorlathoz. Megkérlek, tedd félre a mikrofont. Tedd hapcsolatba a kezedet, ahogy most mindenki. És mondjuk el az Om Nám mantrát egyszer. Om Nám. Köszönöm. Gondolkodtál ez alatt? Nem. Akkor ez a helyes mantra gyakorlat. A mantra olyan, mint a tűzfal. Tehát védi a tudatot a saját reaktív hatása ellen, és védi a környezetet a saját dualisztikus kivetítéseid ellen. Tehát mi magunk vagyunk így a legnagyobb ellenségünk, vagy a legjobb barátunk, attól függ, hogy a tudatunk milyen állapotban van. Hogyha ez a mantra jól működik, mert csinálod és nem gondolkodsz közben, akkor nagyon világosan itt tart ebben a pillanatban, tisztán látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolkodsz, beszélsz, cselekszel és a többi. És a felesleges reakciókat vissza tudod vezetni a keletkezés előtti állapotba. Ha elnyomod, akkor kamatostul visszajön, mert a tudattalanod komposztjában szépen kifejlődik. Ha pedig kiéled, akkor rögtön rá dobtad a világra, és akkor meg onnan pattan vissza. Tehát vagy a belső teredet szennyezi be, vagy a külső teret szennyezi be, de a törvény ugyanaz, akár belül, akár kívül nézed. Ugyanúgy működik. Hogyha visszateszed a mantrába azt az energiát, amit a reakciódra szántál, akkor a szokásodat megváltoztatod. Ennek egy pár előfeltétele van. Hinned kell abban, hogy a mantra működik. Ezért érdemes hagyománytól, tanítótól, tanítványi közösségtől kapni ezt. A másik, hogy ne azonosulj azzal a karmával, amitől éppen meg szeretnél szabadulni, mert az ember egy igen paradox lény, fenden hangoztatja, hogy én már látom a rossz szokásomat, és meg is akarok tőle szabadulni. Tehát a szünet megkerüli az épületet, és beszerzi ugyanazt a bódban, amitől meg akart szabadulni. Miért? Mert attól érzi jól magát. Aztán rosszul, aztán rájön. És kezdődik az egész ciklus előről. Tehát ha látod a karma relativitását, ha látod az általad való teremtettségét, ha látod a múlandóságát, akkor tudsz megszabadulni tőle, de amíg abszolút, amíg veled azonos, amíg nagyon jó vagy, nagyon rossz, addig nem fog menni. És ezért a mantrának egy idő után erősebbnek kell lenni, mint a tudat szokásának. És ezért csináljuk. Amikor a huaduról, a nagy kérdésről van szó, a mi ez kérdésről, akkor azt mondjuk, hogy ülve, állva, járva, fekve, ébren, alvásban, csendben és beszédben, testben és testen kívül, álomban és ébrenlétben, folyamatosan, megállás nélkül, mi ez? A mantrával lehet ugyanezt csinálni. Csak ne hagyd, hogy leblokkolja az érzékszerveket. Akkor megkérdezik tehát, hogy hány óra van? És azt mondja, óó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 
hivatal. Om. 112. Na, szóval ez nem kell. És ha azt veszem észre, hogy 40 nem a mantra, és észre se vettem, hogy ment. Tehát kvázi, amikor az ember egy ismerős dallamat mondjuk járat a fejében folyamatosan, és csak hirtelen azt mondja, hogy éhet ez dugulj egész nap. Az most félre ment mantrázás, vagy az jó valamire?
Nem mindegy, hogy ez micsoda, mert hogyha Kovács Apollónia forog a sírjában, akkor nem mantrázol. Akkor ismétled, hogy jó ebédhez szólt a nóta. Mondjuk tényleg egy hagyomány testébe tartozó mantrát megtanulsz, tehát valamelyik szakrális mantrát, annak többféle funkciója van. Egyrészt tényleg közvetíti azt, amiről a mantra szól. Tehát ha azt mondod, hogy Om Mani Padme Hum, megvilágosodás lótusza nyíj ki, akkor az a tudatban megtörténik. Ha egy picit, vagy milliómod százalékot, csak egyszer mondtad ki évente, akkor annyit. A tudat egy rendkívül érdekes játék. Amiben hiszel, az lesz. Tehát legnagyobb nyugati bódhiszatánk ezért, hogy adassék néktek a ti hitetek szerint. Mert másképp nem is adatik. Csak azt hisszük, hogy esetleg, azt gondoljuk, azt vélelmezzük. De amiben tényleg az azonosulás szintjén hiszel, az leszel. Ez formálja az eseményeket körülötted. Ez formálja a lélek tartalmát belül. Tehát, hogyha megfelelő tartalmú mantrát veszel föl, akkor a lélek azt az utat fogja követni, mert az lesz a legfontosabb. Úgyhogy ezért érdemes többet mantrázni és kevesebbet tévézni. A tévével sincsen semmi baj, csak abban nem tudsz menedéket venni. A mantrában meg igen. Az normális dolog-e, hogyha a gyakorlás közben testi fájdalmakat érzünk, és úgy érezzük, hogy nem ellazulunk, nem haladunk a gyakorlásban, hanem egyszerűen arra kényszerülök, hogy abba hagyjam, mert úgy érzem, hogy szétmarcangolnak. És fáj, de nem olyan fájdalom, mint hogyha beütöttem volna, nem olyan fájdalom, mint hogyha valami betegség tünet lenne, nem egyszerűen csak egy ilyen, nem is a belső feszültség, hanem én megmagyarázhatatlan, hogy ez egy normális, tehát ez egy jó gyakorlásnak az eredménye, vagy egy rossz úton való haladás. Megváltoztattad a kérdést a végén. Azt kérdezted, hogy normális-e? Igen, a görög tragédiákban normális, amit elmondtál. Jó vagy rossz, ezt én nem tudom. Tehát, hogyha valaki például az önkínzásra hajlamos, akkor ez nagyon jó. De én érteni vélem, hogy ugye ülés közben jelentkeznek ezek a fájdalmak. Akkor én javaslom a leborulást, amely dinamikus. Kinyitja az energiacsatornákat, kilazít bizonyos inakat, izmokat, megfelelő tónust hoz létre a szervezetben, megerősíti a tantient. Tehát leborulással kéne ezt kezdeni, mantrával és énekléssel folytatni, és amikor már nagyon porhanyós, akkor leülünk. Megmondom miért. Ezt kitalálták azért már nagyon régen, több évezreddel ezelőtt, és a Mahajána szerzetesek gyakorlatai és képzése mutatja, hogy mennyire komolyan vették ezt. Tehát egy novícius több évig nem ült le meditálni. Amit elmondtál, abból kiderül, hogy a karmádat szomatizálod, tehát leviszed testre. Van, aki kivetíti a másikra, a világra. Tehát egyszerűen dühös lesz, és azt hiszi, hogy a másik dühítette föl. Vagy elkezd vágyni, és azt hiszi, hogy a másikra vágyik, stb. Ezért rengeteg leborulás volt a kezdet, és rengeteg munka. És ezzel együtt zajlottak az éneklő gyakorlatok. És így eltelt 3-4-5 év, akik tibetit gyakorolnak, a nöndrót tessékszes megfigyelni, hogy mennyire kevés ülő meditáció van benne. Tehát a mandala felajánláson kívül semmi. És amikor már ezt tényleg pár éve nyomták, akkor ez az elképesztő erős karma, ez már addigra kiment. Mert a templomi kolostori környezet nem tette lehetővé, hogy újra termeljed. Ha megnézed a nyugatot, akkor számos probléma van a tan nyugati átadásával. A legelső az, hogy nem hagyományvonalakban gondolkodunk, hanem könyvekben. És meg szeretnénk kapni a könyvet nagy K-val, azt elolvasni, magunkévá tenni, értelmezni, és magunknak szépen kifőzni a megvilágosodás főzelékét. És ez nem megy. Nem csak azért, mert masszívan félreértjük, hanem azért, mert hogyha nincs valódi kapcsolatunk tanítóval, tanítással és tanítványi közösséggel, akkor az irányt se tudjuk tartani, nemhogy menni az úton. Tehát ez nem a nyugat hibája, de a nyugatnak egy jelensége, hogy ugye logosz betegségben szenvedünk, és az abszolút értékű szótól várjuk a megváltást. És ezért keressük a könyvet, amelyben ez benne van. És gyűrjük magunkat éjszakánként, hogy jól értsük a könyvet. Még ha jól is érted, ez 5%. És utána tapasztalni kéne. Ez viszont egyedül már sokkal nehezebb, mert ugye következő probléma, mit láttunk a formában?
amikor a nyugat-keletre ment, azt látta, hogy az emberek ott ülnek a fa alatt. Meg ilyen szobrokat gyártanak. Leboruló szobrot nem látsz, mantrázott is úgy elvétve, de az se. Úgyhogy mit csinálta a nyugat? Lemásolta a nevet, és lemásolta a formát. Tudósok fordították a könyvet, és különböző trénerek kezdték el tanítani a pozíciót. És generációkba telik, amikor az ilyen hibákat a civilizáció, vagy az adott fogadó kultúra kijavítja. Tehát én azt mondom, hogy a nyugat folyamatos korrekcióban van, főleg az a fogyasztói társadalmi réteg, országonként ez eltérő, hogy mekkora, amelyik nagyon-nagyon gyorsan le akarja emelni a polcról, leszállítottáron hazavinni, kinyitni, és azon nyomban használni. Ez a fogyasztói szemlélet önmagában nem rossz, amikor mondjuk virágállványt kell vásárolni, vagy behangolod a tévédet. De amikor el kéne érni a felébredést, egy teljesen más szemléletre lenne szükség, amely a nyugatnak már több mint 2000 éve nem a sajátja. Előtte se volt meg nagyon. Úgy pislákolt, pitagóreusok, hasonló. De nem volt ez úgy megszervezve, mint keleten. Ezért a darmának a nyugati érvényesülése, ami a 20. század egyik legnagyobb paradigmaváltása, ez bizony nagyon sok akadálytól terhes, és mindaddig észre nem vesszük, ameddig azt gondoljuk, hogy igen, hát ennek működnie kéne, de valahogy mégsem. És nem hátrálunk vissza, és nem mondjuk azt, hogy álljon meg a menet, az egészet tegyük félre, kezdjük újra, frissen, tisztán, szeretnék egy érvényes hagyományvonalat, szeretnék egy tanítót, akiben bízhatom, egy tanítást, amit elhihetek, elővételezett bizalommal, és egy szangát, ahova beilleszkedhetem, és tevékenyen közreműködhetek annak működéséért. Nem így indítjuk. Tehát, hogy nekem, itt, most, csomagba, gyorsan, vagy intravénásan, csak hogy főszívódjon. Jó? És ezért nagyon korrekt a kérdés arról, hogy mi történik velem a meditáció alatt? Az, hogy elkezdesz látni. A Buddha ezt úgy hívta, hogy vidya, látás. A hiányát a vidya, amely több fordításban létezik, de a nem tudás az az egyik legrosszabb fordítás, mert az sugallja, hogy ha te tudsz, akkor minden rendben van, ha meg nem tudsz, akkor buta vagy műveletlen, vagy nem. Az avidja az a nem látás, amikor a tudat elködösül, és eredeti tükörszerű természetét nem éli, nem látja, nem használja. És ez a téves nézetekkel sokkal jobban összefüggésbe hozható. Tehát a saját duális gondolkodásunkban, érzelmeinkben való abszolút értékű hit, és az ezzel való azonosulás az avidja, amitől nem látunk tisztán. Se belül, se kívül, sehol. Úgyhogy most például prezentáltam egy olyan problémát, aminek a javítása hát az évek, évtizedek. Úgyhogy itt nagyon komoly elhivatottságra, nagyon korrekt törekvésre van szükség ahhoz, hogy tényleg megtaláld azt, amit keresel. A Buddha korának filozófiájával ellentétben az éntelenséget tanította. Tehát óvatosan. Fejezd be a kérdést, aztán mondom, ez a hinduk se voltak kispályások, csak kicsit tárgyasították az átma bráhmant, jó? Folytasd! Igen, tehát itt sokszor hétköznapokban felmerül ezzel kapcsolatban, hogy ego, vagy az egónak a megszüntetése, hogy ez valahol, véleményem szerint ez nagyon összemosódik ebben a nyugati társadalomban. Tehát maga az ego egy ilyen fogyasztói fogalommá vált, és kevésbé a filozófiai énnek a leképezése. Tehát, hogy te hogy értelmezed ezt a tanítást Buddhának az éntelenségről? Hát jó hírem van, az anátman vagy anattá tana, az éntelenség tana, az nem azt jelenti, hogy van egy egód, meg kell találni, ki kell magadból operálni, és akkor rendben van. Ha az egoitás egy entitás lenne, akkor mindenki fáradjon be a spirituális sebészetre, kivágjuk, kicsit fájt, de megvilágosodtál. Hát ez nem így megy. Az énség, mint képzet, az illuzórikus, tehát teremtett. Nem önmagában létező. Nem valaki ránk adta. Nem a sorsunk. Nem az önvalónk. Az én képzet, mint egoitás, az egy teremtett nézet, amely szokássá érlelődik. Nagyon hozzászoktunk.
Az egoitást ne tessék összekeverni a személyiséggel. Egy integrált, jól működő személyiségre mindenkinek szüksége van, de egoitásra nincs. Az egyik kóna, amivel ma hazaeresztelek benneteket, az az, hogy az ego és a személyiség azonos vagy különböző. Ha azt mondod, azonos, hiba, ha azt mondod, különböző, az is. Segítség, van egy rakás köved. Ezekből a kövekből te építhetsz falat, és építhetsz utat. Mi dönti el, hogy melyik lesz? Tehát a másik vége ennek az abszolútot, az átma brákmant illető tanítás, és addigra a hinduk elképesztően tárgyasították az átma brákmant, a világ lelket, az eredetet, a teremtőt. És Buddhának ki kellett mondani, hogy az átma brákman nem születik. Eredetileg nincs neve és nincs formája. Minden attribútumtól mentes. Olvasd el a Gyémánt szutrát. Gyönyörű. Annyira tárgyasították, annyi attribútuma lett, teljesen eltávolodott az eredeti minőségétől és a tapasztalhatóságától. A teremtő nem teremtett. Az átma brákman nem születik. Tehát ez a másik vége. A makrokozmosz. A mikrokozmosz az az egóról szóló tanítás, egy eredetileg nincs éned. Ha legyártod, van. Ha nem gyártod, le nincs. Jó? A tutaj hasonlatról, ha beszélnél, ez elég ritkán szokott megjelenni ilyen dharma beszédekben. Elsodorta a folyó, hát azért. Hát akkor az... Mit szeretnél tudni célba? A tutajról? Tehát az értelmezését ennek, tehát hogy felold a... Jó. Nagyon jó a kérdés, azért, mert a konceptuális tudás, illetve a nézetekre alapozódó tanítás relativitását mutatja ki. Tehát pont attól ment meg, hogy te a könyv szavaiban higgy, vagy összecseréld a jelt a valósággal, a térképet a tájjal. Tehát a tutaj az nézetek, módszerek összessége. Amikor átjutottál a szenvedés partjáról a megvilágosodás partjára, akkor ezt elengeded. És nem ragaszkodsz hozzá, nem hordozod, semmiféle dolgod már nincs vele. Hogyha tanító karmád van, akkor szétszeded a tutaj darabokra, és azt mondod a tanítványoknak, tessék összerakni. És akkor saját erődből tutajozhatsz rajta a másik partra. A strukturális tanok olyanok, mint amikor a nagymesterek hidat építenek, és a tanítványok rálépnek. De nagyon sok tanítvány leugrik a hídról. Vagy visszafordul, vagy nem tetszik neki, és megpróbálja felrobbantani. Ez azért van, mert nem ő csinálta. És amikor eljön a válság ideje, akkor nem tud hinni benne, mert nem az övé. A zen más. Nem épít struktúrákra, de használ olyasféle pontokat, megállapításokat, amelyek segítenek az utadon. Ezért a zen inkább egy hátizsák kőre hasonlít, végre rájössz, hogy ott van a karmád, eléred a folyópartot, egy követ bedobsz a folyóba, és ez egy lépőkő lesz, erre rálépsz. A következő követ is bedobod, erre is rálépsz. És ahogy fogy a karmád, ugye egyre nyilvánvalóbb az út, egyre világosabb az a tanítás, amiért megdolgoztál, sőt, magadból kellett leadnod a saját véleményeidet, elgondolásaidat, fixa ideáidat kellett feláldoznod azért, hogy az lehess, aki tényleg vagy. És amikor az utolsó kő kifogy a hátizsákból, akkor megjelenik a túlsó part. Nem előbb, nem később. Jó? Az a kérdésem, hogy hogyan tudom fenntartani az éberségemet meditáció alatt, hogyha elálmosodok? Akkor mutatom a gesztust, egy ülő meghajlással megszakítod a meditációt, fölállsz, bemész a legközelebbi hálószobába, és alszol. Nem keverjük az alvást és a meditációt, ez nagyon fontos. A meditáció az éberségről szól. Az alvás a pihenésről. Egyikkel sincs semmi baj, de ne keverjük a kettőt. Nem keverem, de azt veszem észre, hogy nagyon gyorsan, tehát elálmosodok, és pont a meditáció alatt, hogy ez nem testi fáradtság, hanem valami trükk, az elme trükkje. Nem trükk, fáradt vagy.
Nem azt mondom, hogy kevered az alvást és a meditációt, hanem a fáradtság kijön, mert megszűnik az állandó stimulus a látáson, halláson, gondolkodáson, érzelemformáláson, cselekvésen keresztül, hormonszint megváltozik, leülsz, és hogyha ezt a cuccot nem takarítottad ki magadból korábban, leborulással, mantrával, egyébbel, alvással, pihenéssel, akkor fáradtan, salakosan, törmelékkel együtt leülsz, és elalszol. Én azt mondom, egészséges vagy. Tessék kialudni, és utána felébredsz, felkészített testedet, lelkedet a meditáció gyönyörűségére, és akkor leülsz, és éber maradsz. Nem mondom, hogy ez nem kíván erőfeszítést. De nem lehet a mindennapi életnek ezt a nyerges vontatónyi információját, karmikus salakját, echóját, felesleges terhét bevinni az ülő meditációba, mert a tudat nem bírja el. Egyszerűen beszakad. Túl sok az információ. Túl sok az érzékszervi hatás. 200 évvel ezelőtt egy ember annyi információt kapott egy életen keresztül itt a nyugati féltekén, mint amennyit egy hét alatt ma digitálisan összeszedünk. Most gondold el, erre voltunk tervezve? Hát nem úgy tűnik, mert olyan dekoncentráltak, kialvatlanok, szétszórtak és egyebek leszünk, és ezt a fáradtságot valahogy ki kell takarítani. Ez az entrópia. A tudat entrópiája, hogy nem tud fókuszált lenni, összeszedett lenni, jelen lenni. Mert a gondolkodáshoz és az érzelmekhez való ragaszkodás azzal jár, hogy a múlt, a jelen és a jövő 10 000 síkjára kivetíted magad. Úgyhogy semmi bajod nincs. Ki kell pihenni magadat, és kész. Az utóbbi időben azt tapasztaltam, hogy túlságosan szigorú voltam magamhoz, és túl nagy az önkontroll. Ezt hogyan tudnám elengedni? El kell menni mulatni. Egyéb opció? Nincs. Minden gyakorlat, amit csinálsz, és jól ismerlek, és hogy hogy gyakorolsz, és hogy milyen fegyelmezett vagy, és mennyire aszkétanő módjára csinálja, ugye? Ezért nem mondom, hogy mit gyakorolj. Engedd el a gyakorlást. Még azt sem mondom, hogy menj a természetbe, mert az is ilyen félmegoldás. Menj el úgy mulatni, hogy utána nem bánod meg, tehát nem berúgni kell, és nem kell szétütni magadat, meg egyebek, csak lazíts. És társaságban, a barátokkal, szeretteiddel, stb. És ez fel fogja oldani ezt a fajta belső feszültséget, amit elképesztő fegyelemmel tartasz irányban. De még a leghosszabb ideig tartó erőfeszítést is egyszer meg kell tudni állítani, és vagy pihenni, vagy egy kicsit mulatni, csinálni valamit, amit eddig nem, kilépni a szokásokból, kilépni a malomból, és lebb meg magadat valamivel. És akkor utána ezzel a frissességgel már másképp fogod folytatni. Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehetne az éberséget megőrizni akkor, amikor az ember a közösségbe, akár a napi szokott közösségébe, munkahely. Hányan vannak itt körülöttünk? Hát sokan. Sokan. Ez egy jó kis közösség. Látod a botot? Igen. Megőrizted az éberségedet a közösségben. Nagyon fontos, hogy a körülötted lévő emberek ne vegyék el a tisztán látást, a tisztán hallást, a tisztán gondolkodást, de meghalld, amit mások mondanak, meglásd mások gondolatait, megérezd mások érzelmeit. Tehát az, hogy a középpontod erős és a tudatod tiszta, az nem elszigeteltséget jelent. De az, hogy meghallasz mást, megérzel mást, az nem azt jelenti, hogy az irányodtól el kell térni, és hirtelen ilyen többszörös konform magatartást szeretnénk tanúsítani, hogy mindenki elfogadjon, és mindenkinek tetszünk, és így olyan jók legyünk. Nem. A harmóniára szükség van, a kompromisszumra szükség van, a beilleszkedésre szükség van, de ezt tökéletesre megcsinálni nem lehet. Sung San Zen mester mondta, hogy ilyen 10%-nyi egyet nem értés van a környezetedben feléd, az rendben van. Ha 0, az nagyon nagy probléma, ha 20 vagy a fölött, az is. Lásd tisztán, hajd tisztán, cselekedj és beszélj tisztán, és ugyanezt lásd meg másoktól.
egy közösség, amely nem abba az irányba megy, ahova te, egy idő után számodra az tarthatatlan, hogy nem leszel ott. Nagyon fontos a helyes kompromisszumok megkötése. Tehát, hogyha saját véleményeidből és dualizmusodból kell föladni, gyönyörű, az illúzióvesztés a megszabadulás lényege. De hogyha olyan kompromisszumok árán tudsz csak a közösségben maradni, hogy veszítesz az értékeidből, látszik, hogy a közösség szenvedést tapasztal, akár úgy, hogy megtermeli, akár úgy, hogy elszenvedi. Látszik, hogy értékromlás következik be, akkor a kompromisszumok elvtelenek voltak. Mert pontosan azokat az értékeket engedtük el, amelyekért oda mentünk. Amelyekért ott vagyunk. Amikor azt érzed, hogy olyan emberré válsz a közösség tagjaként, aki nem szeretnél lenni, akkor menj el onnan. Mert a közösség erősebb, mint az egyén. Mindig. Kicsit kapcsolódva még az egyik egészen korábbi kérdéshez, meg kicsit azért el is térve tőle, én arra lennék kíváncsi, hogy a korai tanulmányait során, vagy az azóta eltelt időszakban nem volt egy olyan fajta élményed, amire mindjárt mondok egy példát. Ugye rendszerint szoktam a harcművészetekből példát hozni, hogy ott is fontos a hagyományvonal és a tradíciók. És ez megtörtént itt, konkrét ismerősöm mesélte a történetet, hogy visszamentek az őshazába, konkrétan ugye Japánba, és akkor ott megtörténtek a különféle vizsgák, eredmények, megkapta mindenki, amit szeretett volna, bár neki volt egy olyanfajta érzése, hogy talán a teljesítménye mégse volt olyan jó, mint amilyen fokozatot ott kapott, és este ugye ők vittek jó magyar pálinkát, a japánoknak meg olyan a genetikája, hogy nem nagyon bírják az alkoholt, de szeretik, és hát az a pálinka ez nagyon hatott, és akkor lejöttek ezek a ilyen udvariassági korlátok abszolút, nem is gondoltak, és ebből lett ez a döbbenetes élmény, hogy amikor itt szóba került, hogy ő úgy érzi, hogy hát nem nyújtott 100%-os teljesítményt ahhoz a fokozathoz, amit megkapott, akkor azt mondta neki a vizsgáztató mester, hogy hát persze, hogy nem, soha az életben neked ez nem is lesz meg, a fokozatot megadom nektek, mert mit számít, ezt úgyse fogjátok az életbe sose megérteni, az én családomban ez már 500 vagy 1000 éve bent van, meg hát a többibe is nektek meg jó lesz ott az is, ahogy csinálod, aztán örüljetek neki, hogy megkaptad a fokozatot. Most gondolok itt arra, hogy itt az ember átfordítva, hogy mondják, jó lesz ez ott nektek, de azért az igazi az mégis itt van, tehát hogy nem tudom, hogy ez előjött-e, vagy volt-e valamilyen fajta élmény adott. Mivel a környezetemben a szerzetesek nem ittak pálinkát, ezért így nem jött elő. De annyit azért elmondanék, hogy ez a fajta nézet, ez nem csak Japánban van, ez Koreában és Kínában és egyéb ilyen távol-keleti konfuciánus kultúrákban nagyon megvan, mert például Koreában nagyon sok szerzetes a mai napig azt gondolja, hogy a fehér arcú az nem tud rendesen gyakorolni. Az aztán nem érti meg. Az olyan erős az egója az összesnek. Te! Nem fogja föl! Ezeket az ember úgy, amikor már egy zenteremben 3 hónapot gyakorolsz, és utána a következő évben visszamész és évek, akkor be tudsz illeszkedni, és elfogadnak. Akkor teázol, megtanulod a nyelvet, megtanulod a szokásokat, stb. Mert nekik a kultúrával már egyenlő lett a hagyomány. Tehát nem tudták azt megcsinálni, kivéve a nagyon nagy mestereket, hogy kultúrától függetlenül nyugaton átadni a lényeget. Ilyenkor, hogyha valaki esetleg kritizálna, de ők sokkal udvariasabbak annál, hogy ezt így elmondják, csak úgy hallod néha, hogy így gondolja pár ember. És akkor vissza kell menni az eredeti tanhoz. És megkérdezni, hogy a fehér ember Buddha természete és a többi az azonos vagy különböző? Vagy a koreaiak Buddha természete és a többi érzőlény Buddha természete azonos vagy különböző? Vigyázzunk, ez egy nagyon komoly kérdés. Tehát mosolyogjál, örüljél, hogy megvan a válasz egy csomó belső problémára. De ha megnézed, a 20. század megmutatta, hogy nincs választott nép. Senki nem az. Úgyhogy ha valakinek a Buddha természete nagyobb, mint a másiké, akkor abból hatalmas problémák születnek. Tehát én a 6 év kore alatt megtanultam, hogy te ne tudjad jobban. Senkiné ne tudjad jobban. De tudd. Te tapasztalj, hozd haza, akik nyitottak rá, azokat tanítsd, de
Koreában te ne tudjál jobban, mert mindig vendég leszel, mindig idegen leszel, és hogyha nem tudsz beilleszkedni valahova, akkor ki is vetnek azon nyomban, mert ki vagy te ott. Nagyon komoly ez a helyzet, viszont mindenki emberből van. És ezért a tapasztalat őt is meggyőzi. Úgyhogy te nem győzöd meg, de a közös gyakorlat igen. Tehát vannak nagyon komoly koreai barátaim, szerzetesek, világiak, akik hisznek abban, hogy amit mi itt csinálunk, az ennek a hagyománynak a folytatása. És már nem kérdés, hogy autentikus-e vagy sem, hiszen ők is tudják, hogy Indiából ment át Kínába. És most gondold el, hogyha Bodhidharma, aki eredetileg ugye indiai származású volt, és ugyanúgy ksatria, mint Shakyamuni, azt mondta volna, hogy kikötött ott Kínában, azt mondja, ti? Hát ti reménytelenek vagytok. Most gondold ezt el! Mennyi sikere lett volna a tannak? Igen, sokféle módon lehet ezt orvosolni, de a tannal orvosolni az emberi butaságot, az emberi tévesnézetet az a legjobb, és nem vitatkozni velük. Azt a háromfajta karmát, amire az előbb hivatkoztál, ezt kifejtenéd? Három? Uh-huh. Csak három? Hát ez nagyon kevés. A többit is. Az összeset. Azt mondom, hogy a létezés három alapjegyéről volt szó, arra vagyol te kíváncsi. Ez pedig úgy szól, hogy mulandóság, kölcsönös függés, az az önálló lét nélküliség, és elégtelenség vagy tökéletlenség. Ez a létezés három alapjegye, azon kevés téraváda struktúráknak az egyike, amit a Mahayana tökéletesen beépített. Megkerülhetetlen. Tehát nem találsz olyan jelenséget, nevetésformát, keletkezettet és megszűnőt, amelyre ez a három ne lenne igaz. És az a fontos, hogy a karmáddal való önazonosság megszűnjön, és az így felszabaduló lélek az ismerje el a saját felelősségét bűntudat nélkül. És ekkor a szabadság és felelősség együtt marad, a test és a lélek együtt marad, téves nézetek hiányában mindenféle hamis azonosulás megszűnik. És akkor ezen három törvény téged kezd el szolgálni. Az igazi önvalódnak a szolgálatába áll. De hogyha a karmád rabszolgája vagy, akkor ez a három törvény téged sújt. Mert amit akarsz, az tökéletlen. Az önálló individuum kiderül, hogy függ valamitől és valakitől. És hogy akármit érsz el, az múlandó. Tehát állandó energiabefektetés és állandó információk közlés kell ahhoz, hogy például egy emberi kapcsolatot fönntartsál. Ha nem teszel energiát a jelenségekbe, az emberekbe, a kapcsolatokba, akkor azok a kozmosz természetes entrópiájával szépen feloszlanak, eltűnnek. És az egyik legnagyobb paradoxon az, hogy egy öröklétre, tökéletességre és autonómiára vágyó szellemiség egy komoly lélekteherrel beleszületik egy mulandó, sérülékeny és nagyon hamar kiszenvedő testbe. És ez az egyik legnagyobb paradoxon, ami ebben az életben van, hogy van bennünk valami, ami az öröklétre vágyik, de tudja, hogy meg fog halni, ami a tökéletességet akarja, de tudja, hogy nem fogja elérni, és ami önálló, öntevékeny, autonóm és minden szempontból független és szabad akar lenni, de folyamatosan függést, egymásra utaltságot és kényszereket tapasztal. És ha megnézed, akkor ebből a paradoxonból, ebből a paradoxon gyűjteményből kellene a felébredés felé mennünk, és annyira jól működnek ezek az ellentétek, hogy nem hagynak nyugton. Előbb-utóbb a komfortzónádból ki fognak lapátolni ezek a jelenségek, ezek a kérdések és a megoldatlanságok. És akkor mész az úton, és akkor eléred a felébredést, mert soha nem lesz nyugalmad addig, amíg a nem kettősséget meg nem tapasztaltad. Mert ebben a pillanatban nincs gondolkodás. A többi már csak a karmád. És hogyha ezt tapasztalod, akkor elkezd a meditáció nyugtató hatású lenni, de addig csak a karmádat szépen malmozod és szűröd és éled. Tehát, hogyha az irány tiszta, akkor láthatod, hogy a racionális tudat mire való. A racionális tudat nem arra való, hogy az univerzum eredetét megválaszolja, mert nem fogja. Vagy az élet értelmét megmagyarázza, mert nem fogja. Vagy az entitásra, mint egyén és csoport végső választ adjon, hogy ez kicsoda, micsoda. A racionális tudat nem fogja megoldani. Arra használd az értelmedet, amire való. Azt hiszem, hogy ha
mindannyian merünk tapasztalni és merünk látni, akkor haladunk az úton. Tehát holnap meditációs workshop lesz itt, ezen a helyen. És mindenki meditációs technikát szeretne majd tanulni, és meg is fogjátok tanulni. De a legelső meditációs technika az, hogy mersz látni, hogy mersz őszinte lenni önmagaddal. Így előbb-utóbb hű leszel önmagadhoz. És így, mint napra éj következik, hogy áll, máshoz se lész. Jó, Horáció. Hamlettel nem az a probléma, hogy gondolkodik, hanem az a probléma, hogy arra akarja használni az intellektusát, amire nem való. Tehát lenni vagy nem lenni. Számára ez itt a kérdés, nagyon fontos. De ezt gondolkodással nem fogja megoldani, és az a kényszerképzete támad, hogyha meghal, akkor ez egy jobb állapot ennek a kérdésnek a megválaszolására. Ehhez szeretnék egy koant felolvasni, mert hogyha ezt megérted, akkor látod azt, hogy miért nem megoldás így a kényszerű vagy az idő előtti halál semmire. A hét egyenes út Szokszán zenmestertől. Egyszer régen élt Kínában egy Szokszán nevű zenmester, aki életében senkinek sem adta át a tant. Hamvasztásakor valakinek meg kellett tartani a dharma beszédet, melyre a szerzetes vezetőt kérték fel. Ahogy elkezdte volna a beszédét az emelvényről, Szokszán fiatal szolgálója Kubong előlépett, és így szólt. Mesterünk mindig a hét egyenes utat tanította. Első, menj egyenesen, teljes a nyugalom. Második, menj egyenesen, félretettél mindent. Harmadik, menj egyenesen, az őszi víz hűs, tiszta. Negyedik, menj egyenesen, egyetlen tudat 10 000 éven át. Ötödik, menj egyenesen, a korhat fatörzs alatt kihűlt a hamu. Hatodik, menj egyenesen, nehéz, mozdulatlan füstölő tartó egy ősi templomban. Hetedik, menj egyenesen, az ég felé száll a füst a szélcsendben. Ha érted az igazi jelentését a hét egyenes útnak, akkor megtarthatod a dharma beszédet. Ha nem, akkor nem szólhatsz, mondta a szolgáló. Egyetlen szín, sokféle működés, felelte a szerzetes vezető. Nem hihető, válaszolta a szolgáló. Ha nem hiszed, akkor látni fogod, mondta a szerzetes vezető. Meggyújtott egy füstölőt, a tartóba tette az oltáron, hátralépett és meghajolt előtte. A helyére ment, leült és teljes nyugalomban figyelte. Mire leégett a füstölő, a szerzetes vezető eltávozott az élők sorából. Sokan felkiáltottak csodálkozásukban. Ó, a nagyszerű szerzetes vezető is a nirvánába tért. De a szolgáló háromszor meglegyintette a szerzetes vezető vállát, és így szólt. Ülve meghalni, vagy állva, nincs akadály előtted. De mesterünk hét egyenes útjának jelentése nem fogható fel, még az álomban sem. Kérdések. Mi Szokszán hét egyenes útjának a jelentése? Második. Ülve meghalni vagy állva, nincs akadály előtted. De mesterünk hét egyenes útjának a jelentése nem fogható fel, még az álomban sem. Ez mit jelent? Harmadik. Ha te lennél a szerzetes vezető, hogyan felelnél a szolgálónak? Kommentár. Hét ajtó nyílik ugyanabba a szobába. Mindegyiknek más a rajzolata és a nyílása. Ha ragaszkodsz a részletekhez, akkor nem lépheted át a küszöböt. Csak menj egyenesen, tégy hét lépést. Ekkor találkozol az igazi mesterrel, és megkérdezed, hogy szolgál a kedves egészsége? Kitűnően köszönöm, és a tiéd? Hasonlóan. Ezt érted? Ha igen, akkor mehetsz Szokszán hét egyenes útján. Szóval, ha Hamlet olvasta volna Szokszán hét egyenes útját, ugyanaz lett volna az utolsó felvonásban? Ez a kérdés. Ha jól tesszük fel a kérdést, helyes választ kapunk, ha rosszul tesszük fel a kérdést, akkor állandóan körbeforgunk. Újabb kérdés, újabb válasz. Újabb kérdés, újabb válasz. És érzed, hogy nem kielégítő, mert már a kérdés se volt jó. Megszülettünk. Mire megyünk az élettel? Rossz kérdés.
Megszülettünk, mit akarunk az élettől? Jobb kérdés. Megszülettünk, mi az a legjobb, amit az életből kihozhatok magam és mások számára? Már sokkal, de sokkal jobb kérdés. De ne én mondjam meg, mi a jó kérdés, dolgozzál rajta, és akkor meg lesz neked. De a világ tudatáltali teremtettségét, azt nem kerülhetjük meg. Tehát az, hogy mi teremtjük ezt a realitást, amiben élünk, egyénileg, párban, családban, csoportban, még nagyobb csoportban, ez megkerülhetetlen. Akármilyen vallásos, szellemi, tudományos vagy egyéb intelligencia van fölötte. És ezért fontos az, hogy visszahúzódjunk azoktól a kérdésektől, amelyek nem vezetnek megfelelő eredményre. Nyugodtan meg lehet őket kérdezni. Nyugodtan meg lehet őket válaszolni. Csak látod a visszacsatolásból, hogy ez a kérdés valójában nem oldotta meg a problémát, akármilyen választ adtál rá. És akkor visszahúzódsz a gondolkodás elé, visszalépsz a dualizmus elé, eléred azt, ami tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és abból már egy teljesen más látásmód következik. Másképp látsz rá a problémára, másképp vizsgálod meg, másképp teszel fel kérdéseket. Miért gondolja azt az elme, hogyha megkapja a választ a miért kérdésre, akkor attól jobb lesz? Mert ezt tanulta. Tehát az iskolában ezt tanulta, a családjától ezt tanulta, és a belső meggyőződés, mint a newtoni fizika a naprendszerben, azt mondja, hogy ha van egy miért kérdés, akkor azért az a válasz, és akkor valamilyen rést betömtünk, valamilyen hiányt megszüntettünk, és a mindennapi élet érzékszervi, intellektuális síkján a miért kérdések nagyon jók. De hogyha kilépsz a naprendszerből, akkor a newtoni fizika már édeskevés, és elkezdenek görbülni azok a síkok és egyenesek, és akkor már Einstein nélkül nem megy. És az összes ilyen racionalitás, amit a mindennapi élet, vagy az érzékszervi sík, vagy az intellektuálisan megválaszolható racionális kérdéseken túl teszel föl, azt már ezzel a szerszámmal nem lehet megoldani. És a miértnek persze nagyon sok értelme van, nagyon sok használata van, de ami már nem tapasztalható érzékszervekkel, ami már nem vezethető vissza a jelenségvilágba, az elkezd néha terméketlen abstrakcióvá válni. És senki nem mondja meg, hogy melyik termékeny vagy terméketlen, majd a törvény, az ok és okozat törvénye megmutatja. Tehát szerencsére nem másnak kell eldönteni, hogy a gondolkodásom az helyes vagy helytelen, de megmutatkozik, hogy helyes-e vagy helytelen. De amikor ki akarod nyitni a tudatot és az okságot, a fogalmiságot meg szeretnéd haladni, akkor az nem működik, mert a miért újabb fogalmakat gyárt, újabb gondolatokat gyárt, és a vége mindig az, hogy azért. És kész. Utolsó kérdés. Hogyan tudom megkülönböztetni az ítéletalkotást az esetleges tisztánlátástól? Amikor az egyéni ítéletalkotásról van szó, akkor azt mondja, hogy hülye vagy. Jó? Ez ítélet. Nem azt mondod, hogy amit gondoltál, az helytelen, vagy amit tettél, az szenvedéshez vezet, hanem elneveztem valaminek, mert valójában az okozati működését nem ismertem meg. Tehát a megkülönböztető bölcsességre szükségünk van, az ékkék, a fűzöld, de az ítéletalkotó gondolkodásra, hogy az ég jó és a fű rossz, arra nem. Úgyhogy a megkülönböztető bölcsességet ad meg nekünk ma, és a felesleges ítéletalkotástól ments meg, Uram, minket. Megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, azt, hogy ennyi helyről eljöttetek, közelről és távolról. Megköszönöm Andrásnak, Tamásnak, sőt Tamásoknak és Lacinak is a szervező munkát. Remélem, hogy a holnapi workshopon minél többen jelen leszünk, és a templomba is el tudtok látogatni közösségileg és egyénileg egyaránt, ahol intenzív elvonulásra is, kertművelésre is, és sok más egyéb dharma cselekedetre lehetőség van azért, hogy elérjük a felébredést, és szabadítsuk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen!